Köszöntök mindenkit a csatornámon. Ebédhez készülök, és a csodálatos hasrészt, csont nélküli hasrészt, tehát mutatom, tehát vastag, szasztos, bőrös és fűszeres zsírba lepirítottam, és a sütőbe végzi majd, mert egy nagyon vastag maga a húszszele. Csak ugye próbálom fogni a kamerát, egy-két átfordítom, meg lehet nézni. Ide közéje is elvágtam, oda is fűszeres zsírt tettem, szép ropogós a bőre. Hát ez a kisebb része, ez félkész állapotban van, itt még azért lehet látni, vannak nyers részek, ugye. Már egy ide pirítgatom, fordítom, pihentetve is volt. Ugye itt van egy kis bár, itt a fűszeres zsírom, hát a rozmaringos zsírból maradt meg nekem, és ebbe az edénybe beletuszkolom, és kerül be az előmelegített sütőbe, és ott fog készre sülni. Ez egy gyönyörű hasrész, lehet látni, milyen szép vastag, szaftos, omlós lesz, fel is fogom szeletelni, és vannak fenn a csatornámon még köretek, hát azok között lehet válogatni. Hát egy rusztikusabb köretet, aki gondolja, ugye húsok mellé saláta köretet, ezt önökre bízom, és hamarosan folytatódik a műsor. Közel folytatódik a húsnak a sütése, és melegszik a sütő, és kerül be a sütőbe, úgyhogy ebbe a kis edénybe beletuszkolom. És ott kapja meg a végső formát, lehet látni, hogy gyönyörűek a színei, így amennyire átadja a serpenyőből az a lepirított részek, úgyhogy most egy picit átmelegedik, és a nyers részek is egy kicsit kiegyenlítődnek, és a végső pirítást a sütőbe kapja meg. Öntöttem hozzá egy kis vizet, ebbe a szépen megpirult hús átpárolódik, lehet látni, és akkor lassan-lassan melegedik a sütő, és akkor folytatódik a műsor. Leveszem a fedőt, és akkor mutatnám most, hogy eltűnt a nyersessége innen a beírdalt részek közül. Mutatnám a húszszeletet, ugye milyen szép gyönyörű, szép szaftos, ugye áton párolod, a fontos előtt a pirítás, utána egy párolás, és készre sütése a sütőbe. Ugye ez nekem ez a fűszeres fokhagymás, rozmaringos zsír, ez nagyon bevált, ugye többfajta zsírral is dolgoztam, aztán van a csatornámon, az edényemet kizsíroztam, és ugye mielőtt még hozzáfogtam volna, bepálcoltam sóval, tehát száraz pálca sóval és borssal, őrült borssal, és úgy került a forró serpenyőbe. Én most visszahelyezem a fedőt, és hamarosan úgy veszem észre, hogy a sütő is bekukkantak, igen, forró, és akkor kezdődik a készre sütése a húsnak. Kivettem a serpenyőből a has részt, mutatnám, milyen szép, már így is lehetne fogyasztani, de még a végső pirt kap rá, tehát a nyersessége teljesen eltűnt, és ugye ebbe a kis edénybe beleteszem, és egy nagyon szaftos, omlós, ropogós bőrével nagyon ízletes ebéd lesz ez számomra, és köretként pedig gondolkodok még rajta, valószínű, hogy steak burgonyával fogom elfogyasztani. Na de gyerünk, tegyem be a sütőbe, és akkor kezdődjön a végső elkészítése a ennek a csodálatos hasrésznek.
Megmondom őszintén, farkaséhes vagyok, és pirítok két szelet kenyeret, ugye még ebédről nincsen, de két szép vastag húszszeletet megeszek, mert farkaséhes vagyok, nem reggeliztem, úgyhogy be is tekintünk a sütőbe, és ott szépen pirulnak, csak ugye itt a fény viszonyok nem olyanok, ott a kis edénybe, és akkor a tároláskor majd jelentkezek, ugye ebédre pedig megcsinálom a köretet, számtalan variáció van fenn a csatornán, egyet választanak, úgyhogy választási lehetőség ott van, de hát gondolom mindenki tudja, hogy mi lenne számára kedvező. Elkészült a finom étel, mutatnám, milyen szépen sikeredett, ugye ez egy vastag, hasaljavult csont nélkül, ropogós bőrrel, mutatnám, hogy milyen szaftos, tehát itt a szaft is, benne az edénybe, csak ez forró, egy picit meg mozdítom, a húsnedvek, ugye ez is felhasználásra kerül, és akkor itt csináltam két, hát szendvicsnek is lehet mondani, pirítós kenyére tettem rá ezeket a finom húszszeleteket, ezt most elfogyasztom, és ebédre ez a gyönyörű hús mellé pedig egy finom körettel pedig egy csodás ebéd kerekedik belőle, úgyhogy most ezennel megfordítom a kamerát. Én köszönöm szépen mindenkinek, akik nézik ezeket a videókat. Aki nem tette még meg, az iratkozzon fel, nyomja meg a csengőt, és időben hozzá fog jutni minden tartalomhoz. Köszönöm szépen a figyelmet, és ne feledjék, holnap befejező részéhez érkezik a székely-véckei kirándulásom. Célállomásom az érkezők, és Székely-Véckét fogom bemutatni. Viszontlátásra, viszonthallásra.